Remekül kezdte a hazai környezetben játszó haladás a Veszprém elleni rangadót. A szombathelyiek már a második percben megszerezték Simics találatával a vezetést. Nem sokkal később már 2-0 állt az eredményjelzőn, ugyanis Hajmási közvetlen közelről továbbította a lasztit az üresen tátongó kapuba. A 10. percben pedig már 3 góllal járt előrébb a Vasi gárda, mivel Simics lövésszerű beadása a menteni igyekvő Márkusról pattant a hálóba. A félidő hajrájában aztán felpörgött a vendégcsapat is. Előbb Bencsik Ádám szépített, majd pedig Tatai harcolt ki egy büntetőt, amit azonban Sásdi védeni tudott, így 3-1-es haladásvezetéssel ért véget az első játékrész. Térfélcserét követően szinte azonnal büntetőhöz jutott a hazai gárda is, ezt pedig Simics annak rendje és módja szerint gólra váltotta, így pedig ki is alakította a 4-1-es végeredményt. Igen, erre készültünk. Én visszakaptam a srácoktól azt, amit megbeszéltünk a mérkőzés elején. Én azt hiszem, nagyon higgadtan játszottunk. Ilyen arányban is szerintem megérdemelten nyertünk. Igaz, azért azt hozzá kell tennem, az első félidőnek a vége felé azért volt meleg helyzet. Ha berúgják a büntetőt, akkor nagyon kemény lett volna a második félidő. A haladás gárdája 2018-2019-es szezon során 3. alkalommal találkozott a Veszprém csapatával. Az első meccset 6-2-re, míg a másodikat 2-1-re nyerték meg Tataiék, így a vasiaknak most már mindenképpen győzniük kellett ahhoz, hogy maradjon még esélyük a döntőbe jutásra. Megőrülni nagyon elfáradtam azért. Néha úgy érzem, hogy látszott a játékomon is, meg a fiúkén is. Igen, ahogy mondtad, ezen a héten már úgy készültünk, hogy ha életben akarjuk tartani a döntős álmainkat, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyerni, és szerencsére mindenki is állt a dologhoz. A szombathelyi csapat győzelmének köszönhetően feljött a csoport második helyére. A vasiak legközelebb hétfőn 18:40-kor lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig az Aramis Esa otthonában.